A második szomszédba beindult az építkezés, úgyhogy ezzel a zajjal sajnos számolnunk kell, de ez a betegségek terjedését nem gátolja. Ezt jól láthatják a kajszinál, ahol jó néhány héttel ezelőtt észleltük azt, hogy a kajszi talán legsúlyosabb gombabetegsége, a stigminás levéllyukacsosodás elsőként a gyümölcsön jelentkezett. Hát nézzék meg, hogy milyen súlyos kártételnél tartunk már a gyümölcsökön. Rücskössé, durvává váltak a termések, tehát ebből már le is veszek egyet, ebből már piacos termény nem lesz. Meg lehet enni, mert ez a gomba nem termel mérget, tehát nem egy toxintermelő gomba. Meghámozva még lekvárt is lehet belőle főzni, ezek a barna pöttyök különben csúnyává tennék magát a lekvárt. Az íze jó, tehát pálinkának is mehet még szerintem. Amit viszont meg szeretnék mutatni, hogy milyen szinten jelent meg most már a lombon is a gombának a kártétele. Látják a diónál elmondottakhoz hasonlóan a növény védekezik azzal, hogy elzárja a gomba útját, elszárad a belső fertőzött rész, majd az elszáradt rész ki is hullik. Ettől lesz lyukacsos a levél, és úgy néz ki, mintha sörétel átlőtték volna. Ez is természetesen csökkenti a fotoszintetizáló tápanyagkészítő felületét a növénynek. Nagyon korán van még, tehát ha a gyümölcsöt most már nem is tudjuk letisztítani ezektől a pörsenésektől, a levelet még meg kellene menteni, hiszen ez végzi a fának az asszimilációját. Vannak engedélyezett készítményeink, amik egyébként a más levélbetegségek ellen is bevethetőek és engedélyezettek, például a gnomónia ellen. Ilyen például a szignum, a topáz, vagy megnézem pontosan, vagy például a Miltox speciál, de itt vannak a résztartalmú készítmények is, itt kiemelném a kuproxát F-t, meg a sampiont, amennyiben engedélyezve vannak a kajszira, de ezek nem perzselnek, nyáron sem, olyan szintig, mint hogy azt a régi részkészítmények tették, illetve valaki félti a résztől a kajsziát, akkor a részpótlónak nevezett mankocep hatóanyagcsoporthoz is nyúlhat. Ezek sem felszívódóak, hasonlóan a részhez, de viszont biztosan nem okoznak perzselést. Még a szüret után is érdemes lenne a permetezés folytatni, ez talán furcsa a magyar kertész fülének, de bizony egy-két hónapon belül lekerül a termés, és ha utána lehullik a lomb, mert akár teljes lombhullásra is járhat egyes kajszi levélbetegségeknek a fertőzése, akkor nagyon gyenge lesz a következő évi rügyképződés. Ugyanis a következő évi termés sorsa bizony az idei évben dől el. Tehát érdemes szület után is permetezni.